Elkezdődött a Csabai Kolbász Fesztivál. Nem túlzás azt állítani, hogy ez az ország legnagyobb ételekhez kapcsolódó fesztiválja. Az első két napon a gyerekeké a főszerep. Ma óvodások és általános iskolások készítettek kolbászt. Holnap jönnek a középiskolások, valamint az egyetemisták. Azért, hogy minden békés csabai tudja, hogyan készül az igazi csabai kolbász. Segítség nélkül vágták, darálták és ízesítették a húst ezek az általános iskolás lányok. A csapat lelkesen dolgozott a Csabai Kolbász Fesztiválon. Szívünket, lelkünket bele kell rakni az egészbe. Ledaráljuk a húsit, megfűszerezzük és összegyúrják. A legfiatalabbak, az óvisok is beletanultak a hagyományos csabai elkészítésébe. A régi disznótorok hangulatát tánccal és énekkel idézték meg. Gyökereket és szárnyakat kell adni a gyermekeknek, és mi most ezzel azt alapozzuk meg, hogy egy olyan hagyományt éljenek át az óvodáskorú gyerekek, akik itt, ami itt képes őket tartani a városba, hiszen tudjátok, a Békés Csabán a csabai kolbász az már fogalom az egész országban. A fesztivál egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalok is megtanulják a kolbászkészítést, később pedig szakértő segítség nélkül is el tudják készíteni. A fesztivál első két napján 400 csapat gyúrja a kolbászt. Készülnek receptekkel, és kijönnek hozzájuk a szülők, nagyszülők. Egy kicsit ilyen családépítő is, közösségépítő ez a dolog. És hát mondhatni, hogy az elmúlt évben, az években eljutottunk odáig, hogy a gyerekek ezt imádják. És nagyon, nagyon frenzi ma a kolbásztöltés, kijönni a kolbászfesztiválra, kolbászt tölteni, nem csak bulizni, ugye úgy gondolom, hogy elértük a célunkat. A 200 gyerekcsapat mellett a nyugdíjasok, a Siketek és Nagyothallók egyesületei és alapítványok tagjai neveztek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a fesztivál estén nyitó ünnepségén arról beszélt, hogy fontosak azok a vidéki fesztiválok, amelyek a gasztronómia és a hagyományok ápolása mellett művészettel és kulturális élettel vannak megtöltve. Kimondhatjuk, hogy több, mint a határon túli magyarság fesztiválja, ez egy európai fesztivállá vált. Egyre többen indulnak el a világ különböző sarkából azért, hogy megismerkedjenek a Kolbász Fesztiválon keresztül a magyar kultúrának, a magyar népi kultúrának egyes szeleteivel. Pénteken a középiskolások és az egyetemisták lesznek a főszereplők a Csabai Kolbász Fesztiválon. A nemzetközi kolbászkészítő verseny szombaton lesz több mint 700 csapattal. Vasárnap a töltött káposzta készítő versenyre várják a versenyzőket és az érdeklődőket.